érdemes-e tanulni, érdemes-e programozást tanulni, és azt hol érdemes megtenni, milyen formában, milyen módon, ezekre a kérdésekre fogunk most válaszolni. Hello, itt Fekete Róbert a programozás karriertől, ahol segítünk neked, hogy minél előbb elérhetsz a szoftverfejlesztéssel kapcsolatos karrier céljaidat. Hogy érdemes-e tanulni, ez viszonylag egyértelmű történet. Azt kell mondanom, hogy igen, és azt is elmondom, hogy miért. Mert ez az egyetlen egy olyan tulajdonod van, amelytől gyakorlatilag nem nagyon tudnak téged megfosztani. Tehát az idő egy kicsit meg tudja koptatni, hogyha nem használsz egy tudást, egy képességet, akkor az megkopik, az kifakul, de ettől függetlenül nem úgy viselkedik ez a tulajdon, ez a szellemi tulajdon, mint bármilyen más tulajdon típus, tehát ingóság, ingatlan, pénz, akármi, hanem ez megmarad a fejedben, hogyha használod, akkor ez folyamatosan profitot termel neked, ugye legyen ez pénzügyi profit, vagy boldogság profit. Jó, tehát érts akármit ez alatt, tehát mindenképpen egy pozitív hatással van rád, éppen ezért meg kell válogatni azt, hogy mit sajátítasz el, milyen új ismeretekre teszel szert, ez nagyon fontos. Na most, hogyha ez megvan, tehát összeilleszthető ez az újdonsült tudásanyag a te rövid, közép és hosszú távú céljaiddal, akkor az nagyon szuper, mert akkor te hosszú távon képes leszel ezt csinálni, képes leszel ezzel foglalkozni, ez egy happy dolog, és nem csak, hogy képes leszel ezzel foglalkozni, hanem hosszú távon, hogyha jól választottad meg ezt az anyagot, mondjuk ne a levegőbe beszéljünk, mondjuk legyen az a programozás képessége, programozási tudás, a szoftverfejlesztői képességeinek a növelése, javítása. Tehát, hogyha erről beszélünk, akkor ez egy olyan tudás, amire előre láthatólag még évekig, évtizedekig meg lesz a gigantikus kereslet a piacon. Tehát nézd meg, nem kell nekem elhinni, nézzél utána, nyugodt, másnak se higgyél, tehát nézz utána első kézből. Nézd meg az álláshirdetéseket, nézd meg, hogy mekkora hatalmas kereslet van szoftverfejlesztőkre. Minden szakterületen, tehát nem csak a webfejlesztésben, a bankinformatikában, az asztali alkalmazások fejlesztésében, a mobil applikációk fejlesztésében, tehát minden területen és minden szinten. Tehát ugye ezt sem szabad elfelejtenünk, hogy junior programozókat is keresnek, középhaladókat is keresnek, halál profikat is keresnek, tehát minden szinten és minden területen nagy kereslet van jelenleg a programozókra, a szoftverfejlesztőkre, minden szintű embert el tudnak helyezni és el tudnak látni munkával. Jelenleg ez van az iparban, és még évekig, mondom, évtizedekig ez várható. Ettől nem kell félni, hogy majd egyszer hip-hop elfogy a kereslet a programozókra, a szoftverfejlesztőkre. Nyugodtan bele lehet fecölni ebbe az energiát, időt, pénzt, bármit. Tehát ez nem kidobott idő lesz, nem kidobott energia, motiváció, pénz lesz az, amit a programozási képességeidnek, a szoftverfejlesztői képességeidnek a fejlesztésébe tolsz. Kvázi ez egy befektetés neked, ami később korlátlan mennyiségben képes számodra a profitot termelni minden szinten, minden téren. Másik kérdés pedig, hogy hogyan érdemes elkezdeni a tanulást, hogyan érdemes programozóvá válni, és milyen módszer a legjobb arra, hogy elkezdődhessen a programozói karriered. Na most itt senkit nem szeretnék félrevezetni, és éppen ezért elmondom már a legelején, hogy itt bárkiből egyedül is lehet programozó, tehát rengeteg öntanuló programozót ismerek, én is a pályafutásom során rengeteg olyan emberrel találkoztam, akik hatalmas sikereket értek el ezen a területen, úgyhogy semmilyen képzésre nem jártak, semmilyen tanfolyamra, OKE-re, egyetemre, bootcampbe, tehát nem jártak ilyenféle helyekre, és mégis sikeres karriert futotta be az IT, a programozás, a szoftverfejlesztés területén. Na most ez annak köszönhető, hogy gyakorlatilag a lehetőség adott. Elvileg papíron bárki bármikor elkezd a programozással foglalkozni, akkor el tud érni egy olyan szintet, hogy el tudjon helyezkedni, mint freelancer, vagy mint egy junior szoftverfejlesztő egy cégnél, de ehhez feltétlenül szükséges némi erőforrás, amivel mindenki ugye korlátozottan rendelkezik,
és éppen ezért nagyon gondosan be kell őket osztani, nem mindegy, hogy mire fordítjuk, mire költjük el, mibe fektetjük bele. Tehát, hogyha te önállóan szeretnél elkezdeni programozóvá válni, és önállóan szeretnéd, egyedül szeretnél elkezdeni a programozói karriered, akkor az megoldható, nincs ezzel semmi probléma. De azt tekintetbe kell venned, hogyha ezt önállóan csinálod, akkor rengeteg olyan helyzet fordulhat elő a tanulás során, amik elvihetik az idődet, pénzedet, energiádat, motivációdat. Tehát számtalan olyan csapda van, amiben belesétálhatsz, hogyha nincs ott valaki, aki már ezeket átélte, aki tapasztaltabb nálad ezen a területen, és aki elmondja neked, hogy érdemes csinálni. Tehát ezek a képzések, az egyetemi képzés, az OKE képzés, a tanfolyamok, a bootcampek, ugye mi is, a programozás karrier is, ugye az a lényege ezeknek a képzéseknek, a mi meglátásunk szerint, hogy egy teljes körű támogatást adnának neked, hogy tudd, hogy milyen anyaghoz nyúj, és milyen irányokban menjél tovább, miket kezdjél tanulni, milyen csapdákban esétálj bele. Tehát képletesen ugye kézen fog, és azt mondja, hogy figyelj, csináld ezt, mert ez jó lesz neked. Tehát ez lenne a lényege ezeknek a képzéseknek, és nem az, hogy egy ilyen töltsére beletöltse a fejedbe a kontakttudást. Ugye azt bárki utána tud nézni interneten, meg tudod szerezni, tehát ezzel nincsen probléma, tehát magadtól is tudsz tanulni, nem ezzel van a baj. A baj az azzal van, hogy esetleg rossz anyagokat tanulsz, nem hatékony módon tanulsz, tehát számtalan olyan helyzet van, amely félrevezethet, félrevihet a tanulás során. És éppen ezért van szükség olyan segítségre, amely ezt a tanulási időt, tehát ami azt az időt, ami eljuttat téged ugye az IT karriered kezdetére, tehát amikor már elkezdhetsz felvételizni bármilyen IT-s munkára, szoftverfejlesztői munkára, junior szoftverfejlesztőnek például. Tehát az az idő, ami odáig eltelik, hogy ezt el tudod kezdeni, ezeket a felvételi folyamatokat, az jelentősen csökkenthető, jelentősen redukálható azzal, hogyha a segítségét kéred azoknak, akik már átmentek ezen, akik értenek hozzá, akik tudják, hogy mivel lehet hatékonyabbá varázsolni ezt a képzési fázist, ezt a fejlődési fázisodat. Tehát itt van szerep a képző intézményeknek, a képzési helyeknek, és egyértelműen mi is ebben tudunk neked igazából segíteni, tehát helyetted nem tudjuk elsajátítani ezeket az ismereteket, helyetted nem tudunk gyakorolni, tehát nem erről szól a dolog, hogy rákényszerítünk arra, hogy te most gyakorolj és tanulj, tehát ez ugye egyértelműen rajtad múlik. Mi abban tudunk segíteni, hogy megmondjuk, hogy milyennek a legjobb módja. Tehát megfosztunk téged azoktól a csapdáktól, azoktól a kellemetlen helyzetektől, amikbe esetleg önállóan simán belesétálnál, és megmutatjuk neked, hogy hogyan érhetsz el leggyorsabban, tehát leginkább fájdalommentes módon gyakorlatilag egy ilyen pozícióba, ami mondjuk legyen egy junior fejlesztői pozíció. Tehát ebben tudunk neked segítséget nyújtani, és ebben viszont elég nagy segítséget tudunk nyújtani. Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy karrier szempontból támogassunk téged, tehát a soft skill-ek, a szükséges technikák tekintetében erősítsünk téged, és éppen ezért például szimulált IT interjúkat is tartunk, segítünk neked összeállítani a portfólió munkádat, a portfólió oldaladat, megtervezzük az online jelenlétedet, létrehozzuk a megfelelően komoly CV-det, tehát rezümédet. Mi a programozás karrierben arra fókuszálunk, hogy veled együtt ugye megteremtsük azokat a bizonyítékokat, azokat a portfólió munkákat, amelyek majd igazolják, demozzák a te képességeidet a leendő munkáltatóid előtt, vagy megbízóid előtt, hogyha freelancerkednél. Tehát ezek azok a portfólió munkák, amiket majd be kell szépen mutatnod, és ez 100%-os meggyőző erővel fog hatni. Ebben tudunk közösen ugye, együttműködni, ebben tudunk a segítségedre lenni, és természetesen ahhoz, hogy ezeket a portfólió munkákat te meg tud valósítani, és majd egy interjún hitelesen elő tud adni, ez természetesen rendelkezni kell azokkal a képességekkel, amelyek következtében ezt te meg is tudod valósítani, implementálni, és tudod ezeket a munkákat, ezeket a portfólió munkákat, webapplikációkat, weboldalakat. Tehát
nem hiányozhat mögüle a valós tudás sem. De természetesen, mivel itt most a célunk az nem egy ilyen céltalan tudásbővítés, hanem az a célunk, hogy minél előbb elhelyezkedj az iparban, minél előbb bekerülj az IT szakmába, ezért kifejezetten arra kell fókuszálnunk, azokra a skillekre, azokra a tudásanyagokra, azokra a képességekre, tapasztalatszerzésre, gyakorlásra, amely téged ehhez hozzásegít. Tehát nem tehetjük meg, hogy itt céltalanul tanulgatunk mindenfélét, hogy okosabb legyél tőle csak, hanem ugye arról szól a történet, hogy a legtöbb anyagunk, amelyet szeretnénk átadni neked, azok mind azt a célt szolgálják, hogy te meg tud valósítani ezeket a portfólió munkákat, tehát egy valós, egy gyakorlatban kiválóan használható tudást fog ez számodra nyújtani, és amikor egy IT interjún majd demozni fogod ezeket a szoftvereket, akkor abszolút meggyőzően hat ez a felvételiztetőknek, és ezek gyakorlatilag egy bizonyítékul fognak szolgálni arra, hogy te képes vagy arra a munkára, amire szántak. Tehát, hogyha te igazoltad, bizonyítottad, hogy képes vagy az egyéni alkotó munkára, téged felvettek, akkor csak egyetlen egy dolgod van, ami az IT szakmák lényege, tehát ez benne van a pakliban, a folyamatos fejlődés. És ezt neked hónapról hónapra, évről évre be kell vállalni, ezt el kell fogadni, hogy fejlődni folyamatosan kell, tehát utána kell menni az igényeknek, és te is ezt fogod majd tenni. Tehát, hogyha egyszer bekerültél egy pozícióba, egy junior fejlesztői pozícióba, akkor csak ez az egyetlen egy dolgod marad, hogy folyamatosan szondázod az igényeket, megnézed, hogy milyen új nyelveket, rendszereket, keretrendszereket, technikákat kell elsajátítani, és ezekbe beletolod az energiát, tehát ezekbe befekteted gyakorlatilag az idődet, energiádat, motivációdat, és folyamatosan fejlődsz. És ez a folyamatos fejlődés teszi lehetővé azt, hogy beindul az IT karriered. És innentől kezdve egy-két év egy ilyen junior pozícióban, és egyre komolyabb feladatokat fogsz kapni, egyre komolyabban vesznek, a csapatrészének tekintenek, ugye ezek az egyre komolyabb feladatok mind bekerülhetnek a portfólió munkádba, portfólió anyagodba, és tovább bizonyítják a rátermettséget. Tehát cél, hogy minél gyorsabban bekerülj egy IT pozícióba, és utána a folyamatos fejlődés következtében, amit ugye évről évre el kell követned, tehát ez a, mondom még egyszer, ez benne van a pakliban, tehát aki szoftverfejlesztő, annak el kell könyvelnie, hogy bizony nem állhat meg a tudásbővítésben, tehát lifelong learning van, innentől kezdve élethosszig való tanulás, és ezt kell csak tenned, folyamatosan fejlődni. És a komolyságod, a tapasztalatod, az elismertséged az folyamatosan nőni fog, és ugyanúgy természetesen nőni fog a fizetésed is, tehát yeah, ez egy profitábilis befektetés. És mi a programozás karrierben pont erre fókuszálunk, hogy ellássunk minden tudásanyaggal ahhoz, hogy minél előbb bekerülhess egy ilyen IT pozícióba, egy ilyen junior fejlesztői pozícióba, és ehhez természetesen a leggyorsabb, legkönnyebb utat kell választani, mert nem vagyunk a magunk ellenségei. Tehát nem szeretnénk, hogy idő előtt felad, nem szeretnénk, hogy lecsökkenj a motivációt, tehát szeretnénk egy olyan gyors utat mutatni neked, amely tényleg a legfájdalommentesebb, azt kell mondanom. Jelenleg ez a webfejlesztés területén érhető el, hiszen a webfejlesztés az, amit a leggyorsabban el lehet kezdeni, amely területen a kezdők is azonnal elláthatók munkával. Még egyszer mondom, hogy ha már bekerültél, onnantól kezdve meg már megállíthatatlan gyakorlatilag a fejlődésed, tehát rajtad múlik, hogy hónapról hónapra, évről évre egyre komolyabb feladatokat kapsz majd a megbízóidtól, a főnökeidtől, a csapattól. Tehát nem kell attól félni, hogy itt túlságosan is egyszerű munkákat fogsz majd kapni. Itt arról van szó, hogy egy olyan terület kell, amiben a lehető leggyorsabban bele tudsz rázódni, amelyet a lehető leggyorsabban el tudsz kezdeni, és ez a webfejlesztés. Tehát mi a programozás karrierben nem azért foglalkozunk webfejlesztéssel, mert csak ehhez értünk,
azért foglalkozunk webfejlesztéssel, mert tudjuk, hogy ez az a terület, amellyel a leggyorsabban be tudsz kerülni ebbe a szakmába. És ha már bekerültél, onnantól kezdve ugye rajtad múlik, hogy milyen irányban fejlődsz tovább, rajtad múlik az, hogy mennyire fejleszted a tudásodat, és mennyire fogsz majd kapni komolyabbnál komolyabb feladatokat a jövőben. Tehát a további specializáció az abszolút rajtad múlik. És ez nem azt jelenti, hogy csak a webfejlesztés területén tudsz specializálódni, tehát bármilyen területre átmehetsz. A lényeg az, hogy elkezd a programozást, elkezd a szoftverfejlesztést, és ennek ez a leggyorsabb útja. És szeretném még egyszer elmondani, tehát nem mi birtokoljuk a Szent Grált, tehát nem arról van szó, hogy csak is mi a programozás karrier vagyunk képesek arra, hogy ezt a segítséget, ezt a támogatást megadjuk neked, nem erről van szó. Más is képes erre. Nézz utána. Térképezz fel a piacot, nézz körül, és első kézből ismerd meg azokat a lehetőségeket, amelyek a rendelkezésedre állnak, hogy minél gyorsabban el tud kezdeni a fejlődést. Én azt nem mondom, hogy más képzőhelyek is hasonló fókusszal dolgoznak, más képzőhelyeknél más motivációk vannak. Ennek nézz utána. Tehát én azt tudom elmondani, hogy mi hogyan csináljuk, és mi mire törekszünk. De arról van szó, hogy mi ellátunk téged minden szükséges információval, minden szükséges tudással ahhoz, hogy te önállóan képes legyél megvalósítani ezeket a portfólió munkákat, amik majd bizonyítékként szolgálnak a munkáltatód előtt a képességeidről. Tehát az előttünk álló 10-20 évben, amennyire ezt be lehet látni, az IT területen programozókra, szoftverfejlesztőkre mindenképpen szükség lesz, egyre nagyobb szükség lesz. Tehát természetesen át fog alakulni egy kicsit a piac, át fog alakulni egy kicsit a szakma, mindig más területekre van inkább szükség, mindig más típusú szakemberekre van szükség, de mint már ezt említettem, ez benne van a pakliban, tehát ez szakmák része, hogy folyamatosan fejlődünk, évről évre új technikákat, nyelveket kell elsajátítani. Tehát aki ezt megteszi, ezt a befektetést a saját maga fejlődésébe, és igazából egy kényelmesebb, rugalmasabb, boldogabb élet tulajdonosává tesz gyakorlatilag. Ha tetszett a videó, akkor lájkolj minket és iratkozz fel a csatornánkra, és ha programozói karrierre vágysz, akkor látogass a weboldalunkra is.